legfontosabb nemzet stratégiai kérdésekben mit képviselt a Fidesz, és mit képvisel a balliberális oldal? A legfontosabb nemzet stratégiai kérdések azok melyek? Kinek mi jut mondjuk eszébe, hogyha... Népesedés, így van. Cigánykérdés, így van. A népesedéshez mondjuk akár a bevándorlás is lehet hozni, de talán az első helyen azért én mégiscsak megemlíteném azt, hogy miből élnek meg a magyar emberek. Tehát, hogy van-e arra lehetőségük, hogy Magyarországon tervezzék a jövőjüket, és ez függ össze talán legjobban a népesedéssel, hogy van-e arra lehetőség, hogy például a fiatalok Magyarországon jövőt tervezzenek, családot alapítsanak, itt éljenek, ez az igazi nagy kérdés. Aztán nagyon fontos kérdés szerintem az is, hogy mondjuk nemzetközi kitekintésben Magyarország hol áll. Tehát mi a helyünk a világban, az Európai Unióban, azon belül is mi a helyünk. Ez is egy fontos kérdés. Aztán az is nagyon fontos kérdés, ha már népesedésről beszéltünk, igen, amit az előbb említettél, hogy ami részben demográfiai, részben közbiztonság és egyéb kérdés, sőt most már nemzetbiztonsági kérdés, az pedig a cigányság helyzete. Na akkor ezekkel a legfontosabb nemzetstratégiai kérdésekkel kapcsolatban, akkor nézzük, hogy mit képvisel a Fidesz, és mit képvisel a balliberális oldal. Hát ugye a megélhetésünk szempontjából, ugye ez egy kardinális kérdés, hogy a 90-es években ott minden eldőlt. Tehát amikor az én politikai pályafutásom a mi évvel kezdődött, ugye Csurka István akkor mindig azt mondta, és szinte naponta meg is ismételte, hogy a rabló privatizációval kiárusították, szétlopták Magyarországot, és ennek nagyon-nagyon komoly ára lesz a jövőben. Biztos van, aki még emlékszik rá, aki olyan öreg, mint én. Szóval az a helyzet, hogy igaza volt Csurka Istvánnak a 90-es években. Mert akkor, amikor a nemzetgazdaságot gyakorlatilag szétlopták, akkor, amikor a rabló privatizációnak nevezett folyamat során Magyarországon eltűntek azok a nagyon fontos stratégiai ágazatok, ugye az iparunk, az élelmiszeripar, a feldolgozóipar, akkor elintézték Magyarországot, megpecsételték a sorsunkat. És mi volt a válasz már a 90-es években arra, hogy bezárnak a gyáraink, az üzemeink, nincsenek munkahelyek? Mi volt akkor a válasz erre? Az akkor volt, amikor az államadósság volt olyan magas, 95-ben ugye jött a bokros csomag, de mi volt a válasz? Nyissuk ki az országot a multik előtt. Ez volt a válasz. Mert majd a multi, az majd fölépíti az üzemet, és majd ad munkahelyet, és majd befizet az államkasszába. Ugye ez volt a válasz. Mit mondtunk mi akkor? Mi az első pillanatok kezdve azt mondtuk, hogy ennek nem lesz jó vége. Mert hogy a multi az egy vendég az országban, az átmenetileg van itt. Ez egy nagyon fontos dolog. A profitja az meg átmenetileg sincsen Magyarországon, mert az általában azonnal kimegy. És mi történt az elmúlt 30 évben? Minket igazolt az idő. Azt szoktam jellemzően mondani, hogy tulajdonképpen nekünk semmit nem kell változtatnunk azon, amit a 90-es években mondtunk. És ha jól számolom, de segítsetek ebben, akkor jelenleg talán én vagyok az egyetlen pártelnök, hát legalábbis a három lista esetében biztos, hogy ez így van, aki tudja vállalni a 25 évvel ezelőtti mondatait. És ugyanazt mondom, amit 25 évvel ezelőtt. Elő lehet szedni, mert ugye a Magyar Fórum újságírója voltam, tehát írtam. Szó elszáll, az írás megmarad. Ha megkérdeznénk Jakab Pétert, hogy el tudja mondani, nem, ugye 25 évvel ezelőtt ő még sehol nem volt, de azt se tudja vállalni, amit 5 évvel ezelőtt mondott. Vagy 10 évvel ezelőtt mondott. Gyurcsány Ferenc tudja vállalni, amit a KISZ egyik vezetőjeként mondott? Mikor ő most a legnagyobb demokrata? Nem tudja vállalni a kommunista múltját. Orbán Viktor tudja vállalni azt, amit a liberális internacionálé alelnökeként mondott? Nem tudja vállalni, mert most éppen nemzeti radikális programot csennek el, lopnak el a mi hazánktól. Például ugye a pedofil törvény. Nem tudja vállalni azt, amit 10-20-30 évvel ezelőtt mondott. Én azért tudom vállalni, túl azon, hogy én ilyen vagyok, hogy megyek az eredeti utamon, de nagyon fontos, én azért is tudom vállalni, mert nekünk lett igazunk. Nekünk lett igazunk mindennel kapcsolatban. És ami a nemzet stratégiai legfontosabb kérdés, az a nemzet gazdaság. Minden csak ezután következik, mert hogyha a magyarok elmennek, akkor nincs miről beszélni. Akkor nem magyarok fognak itt élni, bangladesiek fognak helyettünk itt élni, mint Németországban, meg nyugaton. Lecseréljük a lakosságot. Csak egyelőre, ugye azt szoktam mondani, hogy egyelőre a Magyarországot a migrációtól nem a
déli határkerítés, amit ugye jó magam javasoltam annó a kormánynak, nem a déli határkerítés védi meg a migrációtól, hogy még nincs teljesen lecserélve a magyar lakosság. Mi az, ami Magyarországot megvédi a migrációtól, őszintén? Hát ugye, tessék? Magyar emberek. Nem a magyar emberek. Így van. A fizetéseink. Emberek, a fizetéseink. Hát annyira alacsonyak a fizetések, ugye Bulgáriában van még az unión belül rosszabb fizetés, annyira alacsonyak a fizetéseink, hogy ezért még a bangladesinek, meg az indiainak is könyörögni kell. Jönnek már, tehát Sopron környéki tehenészetekben már csak indiai és bangladesi munkások vannak, mert ugye ott az osztrák határ közelsége miatt magasabbak a bérek. Jönnek, és megállítja ezt a Fidesz kormány. Dehogy állítja meg a Fidesz kormány? Mit tesz ez ellen a Fidesz kormány? Semmit nem tesz. Sőt, a Fidesz által nagyon támogatott oligarchák, mondjak egyet, Csányi Sándor, nálunk Csongrád megyében a Hungerit ZRT-nél, egy pár videóban már ezt be is mutattam, hosszú évek óta nem magyarok dolgoznak. Nem is most kezdődött. Afrikaiak, indiaiak ott is, mindenhonnan a világ minden részéről. Egyetlen egy dolog miatt nincs itt több migráns jelenleg Magyarországon, az a fizetéseink miatt van. Nem azért, mert a Fidesz megvédte Magyarországot a migránsoktól, ez egy óriási tévedés. Ha felemelkednének a fizetések, azonnal úgy néznénk ki, mint Ausztria, aztán Németország, aztán Svédország. Csak a fizetéseink, vagy Anglia, csak a fizetéseink őrizték még meg Magyarország magyar jellegét. De ezen a téren is vannak gondok. Hát, hogyha népesedésileg, ugye amiről a Fidesz nem beszél 10 éve, például az, hogy ha egyetlen egy migráns nem engedünk be Magyarországra, Magyarország akkor sem lesz magyar ország 20-30 év múlva. Mert hogy cigány ország lesz. Csak ezt senki nem meri kimondani. Demográfiai helyzet az így néz ki. Akkor beszéljünk őszintén, beszéljünk.